Kígyót eszel, kígyót eszel, mert ropog a fogam alatt, fincsi mincsi. Ja, jó reggelt! Ja, már megy a videó, és hogy benyomtam. Kerestem az alkalmas helyet, de már lehet, hogy ide rakom. Kipakolok a mosogatógépből, és bepakolok egy adagot, mert van. Hú, de van. Így, és akkor így. Így már talán valami benne lesz. Valamilyen. Így. Na. Nem akarok a tegnapi videóról beszélni, mert már elmondtam benne. Csak annyi, hogy ott jött kommentben egy Katalin, nem emlékszek, Csiki. Nem tudom, milyen Katalin. Attól jött egy hozzászólás, hogy én veszem, visszaveszek a nagy arcomból, mert olyan nagy hibb lettem, hogy nehogy pofán verjék, azt leesik a hombar feje. Móni, nem veszitek észre, hogy titeket utánozlak? Rám mindent lehet mondani, de hogy nagy képű vagyok, az biztos, hogy nem. Ti vagytok ilyenek. Estélyosban beszéltek az emberek. Na, ennyi a véleményem. Lezártam a témát. Na, gyorsan bepakolunk itt a Christopherrel a gépbe, mert úgy nézem, hogy segítenek. Aztán főzés lesz ma. Még pedig, nem is tudom, mit vettem elő. Nehogy ám már, menjél be akkor, ha nem tudsz uralkodni a vágyaidon, hogy kiszeded a mosatlant. Tegnap engedtem magamnak egy pihenő napot, nem mondom, hogy annyira nagyon pihentem. Aztán Christopher baromira nem akart elaludni, kérem szépen. És gondoltam, hogy beviszem akkor a kis ágyot, és majd adok egy tisztát akkor tehát. Pillanat. Tudom, hogy azt szereted a műanyagbélgűeket, de most be is kaptad? Itt van ez. Ne kapd be, az most még koszos. Na hát, tartottam. És nagyon nem akartam aludni, és olyan már nagyon elegem, és beraktam a kisákat. Ott meg nagyon sírt, aztán énekeltem neki, akkor csönd bele. Azt hittem, hogy akkor most be is fejezi, és akkor majd elnyugszik. Aztán csak erőt gyűjtött, aztán elkezdett annyira sírni, hogy összehányta magát. Hát mondom, valamivel akkor kivesztlek, úgyhogy ennyit a terrorizmusról. És akkor utána végül el is aludt hamar. Aztán... hát ennyi. Ennyi volt az este. Ma meg csak pakolás lesz, meg várom Vivi Peti videóját. Már most mondta, hogy ő is csinált egyet. Azokat mindig szeretem. Mert mindig olyan... mi egyformásak vagyunk. Hasonlóak. Úgy mondom inkább. Milyen helyeket találok. Kár, hogy nem tudjátok így látni.
Na, szóval egyébként meg azt gondolom, hogy hihetetlen, és az ember, aki mondjuk nem csinál videókat, nem tartalmat, videót, semmit, az annak fogalma sincs róla, hogy tényleg milyen egy közösség, hogy az embert szerethetik, úgyis, hogy igazából annyira nem ismerik. Szóval a videók által megszeretni valakit, az furcsa dolog, de jó. Szóval jó érzés. És higgyétek el, hogy nekem sokkal jobb érzés az, hogy ti, mármint, hogy, na, hülyén fogalmazom. Az, hogy ti mondjuk szerettek, meg kedveltek, meg bírtok, vagy szimpatizáltok, sokkal erősebb érzés, mint az, aki utál. És ezt őt fárasztja, én beval, lehet már meg azt a kérdőt, én volt már, hogy utáltam embert. És baromi fárasztó dolog. Megeszi. Az a reggeli, a kölgyó. A Istenem! Szóval szerintem ezek a fölösleges dolgok. Én nem utálok senkit, szerencsére. Nem vagyok ilyen helyzetben most, hogy bárkit utálnom kelljen. Nem esne jól. Tényleg. Inkább aki olyan, azzal azt elkerülöm nagy be, mármint hogy nem, nyilván nem itt a videózás kapcsán mondom, hanem mondjuk aki a környezetemben van, és akire úgy gondolom, hogy nincs szükségünk, hogy mondjam. Hello. Éljetek, ahogy tudtok. És olyan jól esik, hogy ti gondoltok valamit, amit azok, akik nem szerettek, közben azok, akik meg igen, azoknak meg minden jó, úgy, ahogy van. De ha nem lenne jó, akkor is teljesen mindegy lenne, mert nem fogok senki kedvéért megváltozni. Hát én nekem már ment tönkre mondjuk azért is kapcsolatom, mert ezért a változ meg. Miért változnék meg? A Groovehouse-nak van egy olyan szám, ami nem fog eszembe jutni, hogy akkor lekapcsolom és megvágom. Ami... Várjál! Mindaz, amit nem szerettél bennem, más valaki álmát hozta el. És szerintem ez egy rohadt jó része a dalnak, mert ez így van. Szóval, hogy simán lehet valakit azért szeretni, amilyen, és nem azért, amilyenek a te elvárásaid. Most valaki vékony lányt akar, az nem fog kövéret keresni. Aki nem szereti a csontosat, az nem fog vékonyat keresni. Ami szintén nem mondható el 100%-ra sem, mert hát hallottunk már a világegyetemben is olyat, hogy ez a szeretett dolog, ez simán lehet attól, hogy milyen ő belülről. És ez persze lehet csak duma, mert nyilván valakinek kell, hogy tetszél valamennyire, mert különben észre se vesz. Na de akkor sem ez a... Például olyat is hallottam már, hogy volt, aki leszbikus volt, de mégis egy pasival élt együtt, mert... Vagy ez így nehéz, a pasit elképzelni nehéz, inkább mondjuk azt, hogy hetero volt, és annyira szerette a lány, annak a másik lánynak a lelkét, hogy a lelkébe volt szerelmes. De most jó, ezt azoknak mondom, akik
értelmesek itt az én csatornám a nevet, ti nektek, akik megint valamit odaírtok, hogy na, szóval, és a Katalin szerint meg ez a nagy képűség. Én ugyanazt a stílust vettem csak fel, amit ti hányjátok az emberre a undorítóbb szövegeket. Semmi nem jó. Ha ki sovány az, miért sovány, hogy néz ki? Aki kövér, hogy nézek ki? Ha kutyád van, miért van kutyád, miért van benne, miért? Mi kik vagytok ti, hogy bárkit is számon kérjetek? Hát senkik. Ti kaptok valamit, ha nem kéritek, akkor is el lehet kapcsolni. A tévébe is. Most valamit leadnak a tévébe, egy reklámot, vagy bármit, az nem feltétlen nektek szól, hanem annak a közösségnek, akiket érdekel. Ennyi. Na de én most várom a Peti videót, aztán majd jövök még, hát mondom magamit. Köszi, Dori, az állvány. Nagyon jó. Pókember, itt a pókember. Ez mi volt? Kösz. Akkor oda gólhatok hozzá, igaz? Na, Krisztofer. Az indiás szar. Igen? Így meg ezt, én meg megiszom az indián kávét. Kárnabál cukor. Hát tegyél. De azért most tudunk, hogy neked kicsit meleg. Mert te hosszúra csináltad. Középre. Én meg kicsi. Azért szar, mert érzed a kávé is, de csak azt az utó kávét, és utána, és ilyen vizes. Jó, elpörgök. Petinek most néztem meg a videóját, és jó témákat feszegetett. Most küldött valamit, de várjál, most remélem nincs új videója. Ja? Melyik is volt az, amire úgy nagyon le kell írni egyébként, hogyha valami eszembe jut, hogy majd erről akarok beszélni, mert annyi impulzus ér amúgy az egy videó alatt, hogy csak elfelejtem, hogy mi volt az, amit úgy kiragadtam, hogy ő beszélt arról, hogy bárki videózhatna, bárki tölthetne fel videót, és hogy hányan vannak, hogy így elkezdenek videózni, aztán, mert ahogy mondja a Peti, mindig milyen könnyű, meg minden, és valóban egyébként ez az, csak az, hogy elkezdjenek nézni, az a rohadt nehéz. De idegesít ez a létre. Na. Szóval, amíg úgy rád találnak az emberek, mert ha belegondolok, és ezt már nem egy videóstól hallottam, de én most a saját csatornámról beszélek. Én például most már szerintem 3 éve videózgatok. Jó, hát nyilván nem ugyanazzal a tempóval, mert volt egyszer, amikor totál leálltam. Fél évre talán, akkor semmilyen videót nem töltöttem fel. De hogy azért ehhez kell idő, hogy megismerjenek, meg sokszor elvesztettem én is a hitemet, hogy így ezt akarom. Szóval megmondom az őszintét, én ugye mindig hangsúlyozom, hogy amikor elkezdtem, akkor tényleg így csak így hobbiból, vagy így jó. Én régen pont a Petivel beszélgetünk egyszer, amikor itt volt, vagyis még a régi háznál, a vizét odaadod, Szivi? Azt hiszem a kis ágyba. Mindjárt Bridgyi hoz inni. És így beszélgettünk arról, hogy ki mit csinált régen, és én meg mindig magnó felvételeket. Én emlékszem, hogy mindig apuval riportoztam. Egészségedet. Köszi.
meg szóval mindig ezt csináltam, ezt a magnó recept aztán nyomjuk. És tök jó volt, én nagyon szerettem, mert én mindig szerettem mit szerepelni, vagy... De nem az a túlzó, szóval... Nem tudom elmondani. Na mindegy, lényegtelen is. És... hogy így sokszor úgy voltam vele, hogy hát én már nem csinálom, utálom, meg minden, fölnyomhatod, vagy mit akarsz. Jobban. Nem baj. Ez ilyen izé, retro. Hogy nincs lámpa. És sokszor voltam, hogy jó, nem, hogy csinálgattam, amennyire kedvem volt, de a Peti mindig mondta, hogy de hát ezzel pénzt is lehet keresni, meg ezzel tök jól lehet keresni. És azért ez baromi sok idő, amíg tényleg azt mondhatod, hogy érdemleges pénzt keresel vele, tehát hogy el is tudod valamire költeni, mert 20 ezer forint kell ugye ahhoz, havi szinten, hogy egyáltalán a Google elküldje neked azt, amit kerestél. Tehát hiába kereseltek 11 ezeret, vagy 19.500-at, amíg a 20 ezer forintot nem éri el, addig nem fogja elutalni. És lehet, hogy nekem volt olyan, hogy 3-4 hónap alatt érte el a 20 ezer forintot. Na, hát most én nem tudom ebből a tempóval kikobálász, hogy te most enni akarsz, vagy inni, vagy mit szeretni. Most megint cumis üveg, tessék akkor. Móni! Kiengedted Virgia kutyát? Akkor léci. Mielőtt behúgyozik ma, akkor hajamat lenyírom. Elég volt, vagy mit szeretné babám? És akkor ott nagyon sokszor kellett mondania, hogy de csináld már, jó lesz meg. Szóval sokszor így feladtam. Már olyan értelemben nem az, hogy én egyáltalán nem fogok videózni, hanem mindig mondta, hogy de minden nap csináld a videókat. És mit tudom én mennyit. És akkor egyszer csak tényleg elkezdenek jobban. Na hát, én nem tudom, hogy mit szeretnék. Talált ki. Pörögni. A megtekintések, és akkor utána tényleg valóban sokkal jobban el tudja érni az ember azt a néző távot. Most hát jó, ferde hajlamot. Mi? Kígyóba? Hát ez valamikor. Virág szólt, hogy nem is megy a videó. Kinyomtam. Na nézzük meg a... Beki is itt van amúgy. Kint. Már őrzi a területét. Hát ez egy házőrző. Téli időjárásnak megfelelően felöltözött. Ott jön-e? Kinyitom a garázst. Titi! Ja, na hát, amúgy elkezdtem lehozni a medencét, és itt vannak már a darabjai. De magát a medencét nem tudtam, mert ráfolyt megint az ótvar büdös lé a lábamra, és inkább feladtam. És itt van ez az a karácsonyfatalp, nekem ez annyira tetszik, hogy nagyon. Van egy bácsi nálunk Ponyhádon, aki kiírt, emlékszem, hogy régi órákat vesz. Most nem azért, hogy megvegye, de ezt lehet elviszem neki, az régi órának számít, nem? Gondolom, hogy nem mostani. Nekem ez nagyon tetszik. És olyan kis... Érdemes bele egy szép fa. És akkor arra gondoltam, hogy ami... van. A izéba. Mégiscsak beviszem, ami van a... Miért nem tudom kinyögni, amit akarok? Meg közben másra gondolok. Ami műfenyő van, azt meg a virágnak az asztalára gondoltam. Hogy föl lesz rakva.
akkor az ő nappali részébe is kibicsaklott a kis lábujjam. Hát ez jó fark volt. Azt hogy tudta? Beki fönn van a gyümölcsösbe, ott bejár szarni, trágyázza, ott a Sessi. Imádom. Na. Úgyhogy ezek a dolgok vannak. Én azt mondom, hogy... Jaj, te nem. Ha mesélek. Na. Jó. Mi most szédülsz? Csak hogyha megiszom a fáradat. Ja, hát az annyira gyorsan nem hat, hogy megiszod, és hopp, felmentem érni másom. Hol az inkább, én eltakartuk kaját. Még van egy kortyám. Fogni, ezt megiszod? Csak megcsinálta, úgy szokta. Na, Monika. Na mindegy, most egy rövid, mert nagyon szar a feltöltés, éljetek, ahogy tudtok, még jövök. Arrivederci, amor.